A kerékpáros szakág egyik leglátványosabb megmérettetését a második Decathlon Borsod Cross Cyclocross országos bajnokságot rendezik meg január 13-án a Miskolci Egyetemen. A versenyre mintegy 200 kerékpárost várnak, akikre nem mindennapi erőpróba vár a Miskolci Egyetem sportpályáján. Otthonra talált Miskolton a sportág nem véletlenül rendezik meg itt immár második alkalommal. Mint elhangzott, példás együttműködés, összefogás kellett ahhoz, hogy a szervezők hagyományt teremtsenek a rendezvényből. Közös erőbedobással, a közös kapcsolattőkével, a közös időbeosztással létre tudtunk hozni már a tavalyi évben egy különálló versenysorozatot. Most ennek köszönhető, hogy megrendezhetjük ezt a országos bajnoki futamot itt a Miskolci Egyetemen. A versenyen különböző kategóriákban mintegy 200 kerékpáros indul. Olyanok, akik rendkívül kitartóak, hiszen nem mindennapi terhelést kapnak a pálya teljesítésekor. Körülbelül az elit futam egy órát vesz igénybe, és ez alatt a szervezet nem hűl ki, a szervezet nem fázik meg, hiszen egy kialakított 2,5-3 kilométeres körpályán mozognak a kerékpárosok, akadályokba is ütközik az ő mozgásuk, tehát vagy egy rámpán kell átugrani, vagy éppen, ahogy itt korábban a beszélgetés kapcsán is szóba jött, egy lépcsősoron kell felfutni, vagy éppen olyan nehéz a terepviszony, akár homok, akár sár nehezíti a versenyzők dolgát, hogy le kell szállni a kerékpárról is futni. Miskolc többedik alkalommal bizonyítja, hogy mennyire jó házigazdája az itt rendezett sportrendezvényeknek. Nem csoda, hogy a város sorra nyeri el a nívósabbnál nívósabb sportesemények rendezési jogát. Bízom benne, hogy ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Miskolc ideális feltételeket tud, és nagyon jó szakembereket biztosítani arra, hogy kiemelt sportrendezvények érkezzenek a városba. Ez célunk is, hiszen egy-egy ilyen sportrendezvény ráirányítja az adott sportágra a figyelmet. A verseny január 13-án vasárnap kezdődik a Miskolci Egyetem sporttelepén.